A sorozatos késések és a figyelmeztetések semmibevétele miatt az Osztrák Vasút Társaság bejelentette, leválasztja a magyar vonalakat a Nyugat-Európába irányuló hálózatról. A kialakult helyzetről Spón Mártonnal beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét, köszöntöm a nézőket! Az emberek az az érzése, és hát a kritikus tömeg valószínűleg most a vonaton ül, ami az Önök Egyesületének a neve, közlekedő tömeg, bocsánat, a vonaton ül, és mondja a magáét, mert hogy hát nem erre számít. Azt mondta nekik például a MÁV, hogyha elindulnak Nyugat-Európa felé, hogy majd csak szerdától lesz érvényes, kiderült, hogy már kedden érvényes volt, hogy át kellett szállniuk. Nem tudta senki megmondani a MÁV-nál, hogy hogy mennek a vonatok, mire szállnak át, és mikorra érnek oda valahova. Tehát itt olyan anarchiát látunk, ami nem csak arról szól, hogy mennyit késett a MÁV, meg hogy zárták le a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalat részben vagy egészben, hanem arról is, hogy fogalma nincs a MÁV-nak, hogy önmagával mi történik. Hogy látják Önök? Igen, és hát érdemes egy lépéssel hátra lépni és áttekinteni, hogy mi is történt az elmúlt hónapban. Ugye az robbantotta ki az első botrányt, hogy a Budapest-Bécs vasútvonalon majdnem 30 km hosszban a 140 km/órás sebességet 100 km/órára le kellett venni, ugyanis olyan rossz állapotba került a vasúti pálya. És hát meg kell mondani, hogy ezzel a lépéssel, a sebességnek a lecsökkentésével az a szükséghelyzet, amire azóta a MÁV és Lázár János miniszter is előszeretettel hivatkozik, ez megszűnt, hiszen a MÁV is lenyilatkozta, hogy 100 km/óra sebességgel biztonsággal használható a vasút, úgyhogy senki se féljen továbbra se vonatra szállni. Azonban, akkor emiatt nem kellett volna ilyen random módon mindent elvágni. Hát ami miatt mindent el kellett dobni, hogy ugye az a Lázár János közlekedésért felelős miniszter, aki a választóknak a vasút második aranykorának az eljövetelét ígérte, az a politikai teljesítménye azt eredményezte, hogy a vasút első aranykorát megidéző sebességgel döcögtek a vonatok Budapest és Bécs között, úgyhogy emlékezetesen ultimátumot adott a MÁV-nak, hogy vagy azonnal elkezdik felújítani, vagy mindenki ki lesz rúgva, ki is lettek rúgva vezérigazgató helyettesek. És elkezdték felújítani. Na most innentől kezdve ez káoszba torkollott, hiszen nem volt semmilyen előkészítése, amiért minden felelősség Lázár János minisztert terheli. És ennek az eredménye az, hogy ilyen hirtelen megszervezve, ilyen káoszos körülmények között kell pótlóbuszozni. Az, hogy egyáltalán pótlóbuszozni kell, hiszen egy jobban megtervezett vágányzárban fenn lehetett volna tartani egy korlátozott személyi közlekedést, mondjuk néhány hosszú hétvégés lezárást leszámítva. Tehát ez a pótlóbuszos káosz, amiből az Osztrák Vasút Társaságnak is elege lett, és hát az ő reakció idejüket is kicsit próbára tette ez az el van vágva, nincs elvágva, mégis el van vágva történet. Ez mind ennek az ultimátumnak az eredménye. Azt mi magyarázza, hogy a csúnya osztrákok most ezt megtették velünk, ártatlan magyarokkal? Ugye az a kommunikáció, hogy nem is értjük, hogy mi a probléma, hát az osztrákok tudnak mindent. Hát lehet, hogy pont az a baj, hogy tudnak mindent. Hát itt ugye a Budapest-Bécs-München vonatokról van szó, ami egyébként az Osztrák Vasút Társaságnak a szerelvényeivel közlekedik, ezeket a magyar vasút a Mávstart a Hegyeshalomtól keleti pályaudvarig gyakorlatilag kibérli az osztrákoktól, ami szintén egy tünete annak, hogy a MÁV-nak alig maradt olyan járműve, amivel a nyugat-európai közlekedésben részt tudna venni. És ezeknek a vonatoknak ahhoz, hogy pontosan odaérjenek Münchenbe, Bécstől már pontosan kell közlekedniük, és itt egy pontosságot kérne, nem is pontosságot, hanem leginkább kiszámíthatóságot kérne számon az Osztrák Vasút Magyarországtól, ami nem az ő saját véleményük, hanem erre Európai Uniós jogszabályok vannak, tehát ilyen mértékű lezárásokat 2 évvel korábban el kellett volna kezdeni, és gyakorlatilag a lezárási rendet 1 évvel korábban véglegesíteni kellett volna. Az nem is 5 nap, ami valóságban történt ahhoz képest. Értettem azt a kritikát, persze a nézők is, amit Lázár János felé megfogalmazott, de azért legyünk némiképp megengedők abban, hogy biztosan nem azóta alakult ki ez a teljesen reménytelen, áldatlan helyzet a Magyar Vasútnál, amióta Lázár János miniszter. Tehát ő örökölt egy olyan helyzetet, ami lehet, hogy javítani nem tudott, csak ártani neki, de ettől még a helyzet őt ott várta. Ez valóban igaz, viszont Lázár János most már majdnem 1 éve a közlekedési tárcát vezeti, és mint ahogy ön is mondja, ez a probléma az első átadás átvételkor a prioritási listának az
élénk kellett volna, hogy legyen, és hogyha akkor elkezdik megszervezni, és akkor elkezdenek forrást keresni rá, akkor most meg lehetett volna úgy szervezni, például, hogy nem a 30 kilométert egybezárják le, hanem szakaszosan, állomásonként, körülbelül a harmadát egyszerre, ami mellett fönn lehetett volna tartani egy az utasoknak elfogadható közlekedést, mert most az történik, hogy tulajdonképpen Lázár János politikai írhájának a mentését szívják meg, bocsánat, hogy így fogalmazok, azok az utasok, akik egyébként lehet, hogy nem is tudnak róla, de ők Magyarország legkörnyezetbarátabb emberei közé tartoznak, hiszen azok, akik itt utaznak, nem is feltétlenül csak az ingázáshoz, hanem akár egy nemzetközi utazáshoz is választják a vasutat a sokkal környezetszennyezőbb autó és repülőhelyet. Ezek az utasok sokkal több kiszámíthatóságot és megbecsülést érdemelnének. Tudjuk azt modellezni, hogy mi vár ránk? Tehát ez véget ér-e időben ez a beruházás, ami most az egyes pályán megy, ugye ez a Budapest-Hegyeshalom, illetve mi van utána? Ami azt illeti, egyébként én is ott járok dolgozni ki Bécsbe, úgyhogy minden nap látom, hogy mi történik, és azt el kell ismerni, hogy elég intenzíven folynak a munkák. Sajnos egyébként egyáltalán nem vagyunk kint az erdőből, sőt a legrosszabb most következik. A MÁV-nak az előzetes bejelentései szerint most ez a pótlóbuszos periódus, amikor az elővárosi utasoknak kell csak pótlóbuszozni, ez október 26-án véget ér, és utána, amennyire mi tudjuk, majdnem egy hónapig a teljes vasútvonal le lesz zárva, és mindenkinek pótlóbuszoznia kell. Az, hogy ekkor mi fog történni, ezt egyenlőre nehéz felbecsülni, és megint csak azt kell, hogy mondjam, és ezt nem csak spekulációként mondom, hanem nálunk a közlekedő tömegnél van olyan tagunk, aki, hát hogy mondjam, nem várta meg, amíg Lázár János kirúgja a minisztériumból, úgyhogy ő most a Dán vasútnál dolgozik, és pont ilyen vágányzári menetrendeket csinál. Dániában is kopnak a sinek, ott is kell felújítani, ott meg tudják oldani úgy, hogy igazából teljes lezárás az csak egy hosszú hétvégére van. Nyilván egy ilyen fajta előkészítést azt nem úgy lehet elindítani, hogy vagy megoldják, vagy ki van mindenki rúgva. Spohr Márton, aki a Közlekedő Tömegegyesület alelnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.